első alkalommal kerül nyilvánosság elé felolvasó színházi estként és hozzá kapcsolódó beszélgető kúraként a Kávémonológok Monológok című írás. Egy óra önfelett kapcsolódás önmagunkkal, melyben dr. Mangó Gabriella nagy sikerű KV című művéből olvas fel Szalai Kriszta színművész, közben az írónővel beszélget Tibenszki Móni Liza sorsfordító találkozásokról, megérkezésekről, női, anyai, orvosi szerepekről és az ezekben való megfelelési nagyon sok mindenről, amiről most is fogunk itt beszélgetni a stúdióban, hiszen mindhárom hölgyet köszöntöm, és nagyon-nagyon nagy élmény, hogy itt vagytok velem. Mondom is sorba, és elnézést, hogy semmiféle koncepció nincsen a felvezetésben, ugye a kávé monológokról beszélgetünk, tehát a könyvírója, dr. Mangó Gabriella, orvos természetgyógyász, hét gyermekes édesanyja, köszöntelek. Nagyon köszönöm a meghívásotokat. Sziasztok! <laughs> Valamint no. Szalai Krista, színművész rendező, aki ugyancsak édesanyja. Szervusz, Kriszta! Szia! és Tibenszki Móni Liza, aki ugye a kezdeményezője mondhatni azt ennek az egész felolvasóesnek, esnek, egyébként újságíró és a felelős szülő szülők iskolájának alapító ügyvezetője, és hát ő is édesanyja. Nagyon szépen köszönöm és a felvezetés, és köszönjük a meghívást. Azért mosolyunk szerintem mindennyel együtt, mert nagyon ritka alkalom, hogy egyszerre egy helyen lehetünk, pláne ilyen klassz témával. Akkor kivált képen. És ráadásul azt gondolom, hogy mindannyian, mindannyian mindenkinek az édesanyja vagyunk, nem? Tehát valahol a, a Krisztus mindenkit magához ölel, a, Liza, amiket csinál, tehát ez valami fantasztikus dolog, hogy ilyen ősanyák jöttek össze, úgyhogy remélem, hogy ősrobbanásban nem lesz részhetek, és akkor nem robbantjuk föl teljesen a stúdiót, de azért igyekezni fogunk. Jó, azt szerintem mellé azt, hogy mindannyian szeretjük a kávé. És mindenki tud monológot mondani, nem akár, hogy mindenki más. Vagy. Biztos vagyok benne egyébként, hogy ez a monológ már most is alkalmas lenne, tehát hogy mindenki tényleg elmesélje a saját történetét, és amikor én elkezdtem készülni erre az interjúra, akkor bajba is kerültem olyan szempontból, Ból, hogy mindegyik kötőkkel tudnék a egy-egy órát beszélgetni, és mindegyik őtöknek tudnék olyan kérdéseket feltenni, ami, ami érdekes lehet, és a hallgatóknak is izgalmas lehet, de valahogy össze kell boronálnunk a történeteket, és meg kell találnunk, vagy meg szeretném mutatni hallgatóknak, hogy kinek mi a feladata ebben a különleges eseményben. Kezdjük talán Liza történetével, mert hogyha jól tudom, akkor te voltál az, aki elindítottad. Egyáltalán ez a beszélgető kúra is a te kezdeményezésed, és aztán ugye itt tudjuk kifejteni a többi szállat is. Hát ilyen szempontban nagyon-nagyon jó és szép szerepem van. Egyébként nem mondom, hogy mindig könnyű, de hogy olyan kiváló emberekkel találkozom, és ismerem meg őket, és szépen lassan kapcsolódunk különböző gondolatokba, érzésekbe, dolgokba, mint ahogy itt ül mellettem most a Kriszta is, akit nagyon-nagyon-nagyon régóta ismerek, és nagyon-nagyon becsülöm és értékelem a munkáját, és ugyanezt elmondhatom a Gabiról is, aki orvosként is, édesanyaként is, nagyon-nagyon sok szerepben hihetetlen dolgot tettek, és én azt gondolom, hogy ha már a felelős szülők iskolája, és is, ugye 11 éve ezen dolgozunk, hogy szemléletet formáljunk. És akkor lehet azt mondani, hogy inkább oktatás és egészségügy téren, de én azt gondolom, hogy ez ennél globálisabb, mert mindenkit élnek benyomások, impulzusok, és egymást formáljuk, pláne itt a COVID után, meg a COVID alatt is, és nagyon sokat dolgoztunk Gabival együtt itt edukációban, megelőzésben, mentálhigiénében. mentál higiénében. Ugyanúgy, ahogy Krisztával is nagyon régóta ismerjük egymást, és én nagyon-nagyon becsülöm, amit ő színészként, rendezőként, édesanyaként, civilként tesz, mert hogy érzékeny, mind a kettőjük munkája és a borzasztóan érdekes, és egy lehetőséget kaptunk arra, hogy a Fiatal Csádosok Klubjának a szülőakadémiáját ezzel kezdjük, itt a felelős szülők szervezésében, hogy egy különleges, és akkor tényleg rátérve a Gabi írására, a monológokra hogy az egy dolog, hogy fantasztikus orvos és természetgyógyás, és hét gyermekes édesanyja, ezt sose tudom megérteni, hogy ezt hogy lehet csinálni egyáltalán. Na mindegy, és minden vele. Nem, ő... nem Nem ikrek. Hetes, ikrek. No. Szóval, hogy borzasztó sok szerepben van jelen, de amikor azt, azt is megtudtam, hogy ő ír, méghozzá fantasztikusan, ráadásul a kávé, ami nekem mindig egy ilyen hívó szó az életemben, tehát a kávé, kávézunk együtt, az mindig arról szól, hogy kapcsolódjunk, nem? Hogy egy picit figyelmet szenteljünk egymásra. És egy zseniális alkotás, aminek a műfajáról majd ő fog beszélni, mert én nem tudom, és nem is akarom behatárolni, mert gondolatok, ami egy kávé fölött, mellett, pillanataiban születtek, és egy fantasztikus írás a kávémonológok, amit a, a Gabi jegyezés írt. És elkezdtem olvasni, habzsolni, jó és rossz pillanataimban, és azt éreztem, hogy ezt muszáj valahogy megmutatni. Nem tudom még, hogy hogy, nem tudom, kivel és miként, és akkor az élet hozta ezeket a kapcsolódásokat. És itt indult az, hogy ugye a beszélgetők úrában, mert a Gabi is volt a vendégem, Krisztával is beszélgettünk sok mindenről, hogy egy kicsit csempészük be a színházat, a művészetet abba, hogy a lélekre hassunk, és ahogy a Gabi ír, őszintén saját szerepkörből, meg gondolatokból, na ezt nyissuk meg egy, egy ilyen formában a monologokkal, és hát ki más olvashatná ebből, mint Kriszta? És ugye felolvasó este, ez a mostani alkalom, ami 23-án, tehát 23-án 6 órakor rendez, kerül megrendezésre. A ah, Nem adom fel ami meg plusz egy felkiáltójel, mert ugye ott különböző fogyatékkal élők dolgoznak és szolgálnak ki. Tehát felolvasás és beszélgetés. Szerintem mindenről is. Tehát, hogy őket így elnézem, de nyilván adja maga a mű azokat a részeket, blokkokat, ami szoba kerül. De én azt gondolom, hogy ez egy nyitott kapcsolódás és csevely lesz. És hát persze sok mindent tervezünk fel, de már az első alkalmat is nagyon-nagyon várjuk. És hát ingyenes, tehát hogy lehet regisztrálni, nyilván szűkösek a keretek, tehát hogy jobban egy befogadó kapacitásunk. Hát már én most látom, hogy ezt így kell a dátumokat sokszorozni, hogy, hogy hogyan és miként, és nagyon szeretnénk össze ezzel még tovább dolgozni. Na, no, de mindent, tessék a monológ részét meg. örültem nagyon a nem adom föl kávézónak, mert azért figyelj, amikor három gyereket télen föl kell öltöztetni kedves lábosba, szerintem minden szülő erre gondol, minden nő, nem? Tehát, hogy hogyan öltözteti fel őket? Ha ő öltözik fel, előbb, már szakad róla a víz, mire a legkisebbet is felöltözteti, ha a gyereket öltözteti fel, a gyerekről szakad a víz, mire a legkisebbet is, hogy valami fantasztikus, tehát olyan napi problémákon kell egy több gyerekes szülőnek, de akár egy gyerekesnek is túl lenni. A legnagyobb élmény az, amikor azt mondják a kávémonológra, hogy, hogy tulajdonképpen az ő történetük is. Tehát, hogy olvassák, önmagukra ismernek, és nagyon-nagyon megtisztelt azzal a Kriszta, hogy ő ezt elvállalta azt, hogy ezt ő felolvassa, meg ezzel ő azonosulni tud. Ebben van egy fanyar humora, és van nagyon sok olyan mondani való lenne benne ami, és csak utána le is lövöm magam. Ugye van egy olyan mondás, hogy a fájdalom az elkerülhetetlen, de a szenvedés választható. Hm. Tehát valahol az egész kávémonológokon ez a fajta gondolkodás és élet, hez való hozzáállás át, úgy érzem. Tehát amikor úgy érzitek, és akkor ez nagyon jó, hogy el vagytok meg valahol olyan tovább, akkor egy kis részletet elolvastok belőle, és akkor úgy dob rajtatok. Nem azért, mert másnak nagyobb baja van, hogy hú-hú, ugye a legszebb öröm akár örömben, mert az, az senki nem iridli a másik dolog, ami van neki, hanem azért, mert hogy mások hasonló problémákkal is mindig van valamerre út. Ugye voltatok így nem egyszer, hogy, hogy merre van az út? És a kávé fölött az ember egy kicsit megváltja az irányt, aztán vagy tudja, vagy nem, de igen. Igen, gondolom, hogyha tovább lapozgatjuk, vagy lapozgatjuk ezt a Kávé Monológok című könyvet, akkor akár választ kaphatunk erre a bizonyos kérdésre, amit Gabriella feltett, viszont Krisztához fordulnék, hogy könnyű volt azonosulni? Azokkal a gondolatokkal, azokkal a célokkal, amit a Kávé Monológ jelentett, és amit mondjuk Gabriella szeretne ezzel elérni? Abszolút, és nagyon kapcsolódunk egymáshoz, mert az életemben én meg azon mentem át, körülbelül 93-ban egyébként, amikor pont megismertük egymást, hogy nem, nem problémát kapunk az életben, hanem feladatokat. Hm. És ezek nagyon drámai helyzetek voltak, amiket én is megéltem, és mégis azt mondtam, hogy ne azt kérdezzem meg, hogy miért én kapom, hanem azért kapom, hogy megoldjam, és azzal több leszek. Úgyhogy én, amikor elolvastam a. A, a mondjuk úgy, hogy anyagot, mert hogy közben ezzel készülünk egy monodrámára is, tehát ez tervben van véve, akkor én a gabit is arra biztattam, hogy minél mélyebben, minél, tehát, mert az, az, az szól igazán az emberekhez, hogyha minél többet elmondunk magunkról bátran, mert hogy az emberek ne érezzék, hogy egyedül vannak, mert senki nincs egyedül, és mindenki megjárja maga poklát, de ha ebből a mennybe tudunk jutni, akkor. Szóval, hogy akkor leszünk teljesen egészek. Szerintetek kell uh, egy bizonyos élettapasztalat ahhoz, hogy, hogy így tudjunk hozzáállni az élet által hozott feladatokhoz, ahogy ti álltok hozzá, és mondjuk ezt nem csak magunknak megtartani, hanem akár ilyen előadások, ilyen beszélgetések alkalmával másoknak is átadni, és másokat is segíteni? Én nem tudom pontosan, hogy élettapasztalat kell-e hozzá, vagy, vagy bölcsnek akarni lenni. Tehát én 25 évesen mondtam ki, hogy, hogy én a, a legnemesebben, a legbölcsebben szeretnék meghalni. Tehát nem szeretnék semmit kihagyni az életben, semmi emberit kihagyni. És nem, tehát nem akarok emberileg tévedni. És ezt 25 évesen mondtam ki, hogy így fogok élni. Hm. Akkor igazából lehet, hogy a tapasztalatok, de átad, át is adom a szót Gabi, Liza. Ti hogy látjátok De ezt? nagyon érdekes kérdés, mert van, aki időskorára sem jut el olyan tapasztalatokhoz, amihez el kellene jutni. Tehát ki mennyire nyitott, mennyit akar befogadni a világból, mennyit akar, mennyivel akar több lenni, mennyire elfogadó esetleg. De például a három éves gyerekem jutott eszembe a Bálint, aki a, a sorban a hatodik, és annyira bölcs, egy, egy kis gyereket képzeld egy pöttömöt, és akkor csak úgy mindenféle éppen autózik, vagy valamit csinál, és valami történik a családban, és egyetlen mondatot mondott, amiben annyi bölcsesség benne volt, hogy hoppá, mondom, ez honnan jött. Aztán 16-17 éves korban azért elfelejtette, hogy ez valahol benne volt, és, és, azt kellett mondjam neki, hogy Bálint, arra kérlek, találd meg végint önmagadat, hallgass befelé. Tehát az a belső hang, ami ott van bennünk, azt halljuk meg, tehát ez, ehhez az is kell, hogy mondjuk ez a kávé azért jó, mert ez arról szól, ez hétfők. A, a hétfőt mindenki utálja, én azért írtam, hogy ne utálja mennyire a hétfőt, egyébként van már kedszer de a csütörtök csak arra várna, hogy nyomdai előkészítésbe kerüljön. A kávé, amikor ott ülsz ilyen félkomásan, kimászol az ágyból, és össze is mentem, látod, és akkor ott iszod a kávét, ott igazából ott vagy önmagad, a belső hangod, ott bámulsz bele a kávéba, valami meleget kapsz, egy, egy utolsó ágyölelés még tulajdonképpen, átsúszol az alvásból a hétköznapi teendőkbe, valahol átgondolod az éjszakát, a, a tegnapot, a, a holnapban jársz a mában, össze-vissza vándorolsz, és akkor tulajdonképpen meg meghallod azokat a belső hangokat, amiket nagyon sokszor a napi rohanásban nem hallunk meg. Valahol, vagy, vagy meghalljuk, de elhessegetjük, mert ezek a belső hangok, azok a történetek, azok a bölcsességek, amitől szerintem mi többek leszünk. De ez Biztos, hogy így van. Én egyébként... Nem mennek az... nemet mondani rá. Nem, nem, én azt gondolkozom, <laughs> ah, hogy értünk. abszolút egyetértünk, hogy például iszonyatosan fontos az, hogy én is intuitív ember vagyok, és van, aki erre fogik, és van, aki kevésbé, és ezt is tisztelni kell. Ez is egyébként szerintem egy tanulási folyamat, hogy a másiknak a másságát, hogy elfogad, hogy én egy extrovertált halsány valaki vagyok, de lehet, hogy ő ugyanúgy introvertáltan csöndbe a sorokba, ugyanazt a kávét, vagy teljesen szorongatva ugyanúgy végigengedi magán azokat az érzéseket és az érzelmeket, és nekem például az volt egy, és az egy folyamatos tanulási út, hogy megtaláld azokat az embereket, azokat, azokat az életed mellékszereplőit, azokat a közösségeket, azokat az értékrendet, azokat a művészeti dolgokat, amik hatnak rád, hagyd, hogy hassanak rád, és ahogy mondja a Gabi is, tényleg egy kicsit önismeretbe visszafordulva azt a napi öt perc csendet, most mondhatom a jogát, szerintem mindannyian szeretjük, ismerjük, van, akinek ez egy zene, van, akinek nem tudom, mindenkinek más, csak hogy megtaláld magadba azt a töltést, és hogyha az ember saját magával nincsen jobb a világban, az a legrosszabb. És ez a legnehezebb, ez a legkeményebb dolog, és ezen szerintem nap mint nap kell dolgozni. És egyébként a visszatérve a kávémonolókhoz, majd mindjárt megkérem a Krisztát, hogy egy kicsit olvasson belőle, mert hoztunk egy kis részletet, kettőt, hogy, hogy ez pont arra hívja föl a figyelmet, legalábbis nekem az, hogy, hogy szállj egy pici időt magadra. És amit a Kriszta is mondott meg abban hogy nem vagy egyedül, különbözőképpen éljük meg, különböző nehézségekkel. És itt nem csak a nő, meg az anya, meg az orvos, ez ugyanúgy lehet egy férfi, egy tanár, egy... tehát hogy mindenkinek van az életének egy csomó lámpája, piros, zöld, csoptábla, bármi, de ha elrobogunk mellette, akkor soha nem fogunk átlényegülni. És néha ez a semmitevés, ez a révülés, amire aztán végképp nem hagyunk időt, mert mindent pipálni akarunk. Ugye mm -hmm. a gyerekeknek is ezt toljuk, hogy nem tudom, a tracklista, hogy 24 órában miért nem 24 óra, kínai, japán, angol, magyar, nem tudom, sport, stb. És hogy nem tudunk már unatkozni. És egy-egy művészeti alkalommal, és én nagyon hiszek a művészetben, ott elernyedsz, ott, ott, egy kicsit így belehelyezkedsz azt az időt magadra szánod, és ha hagyod, hogy ez hasonlát válni, ezt egy ilyen beszélgetéssel megspékelve, akkor én nagyon hiszem azt, hogy a lelki tarisznyájában lesz valami, amit ő onnan el tud vinni, a kávémonologokból, a Krisztából, a Gabiból, talán kicsit belőlünk is, meg a hely szelleméből, és akkor megint valami jót tettünk hozzá. Hm. Kriszta, segítesz nekünk akkor, hogy egy picit átérezzük, akár a te előadásodban, hogy miről is beszélünk? Egy kis részlet, igen. Már megint ez a rohadt ébresztő a fenébe hogy ezt ma se sikerült megúszni. Nem tudom, hogy van ez. Vannak tökéletes pillanatok, például álmomban. Éppen a tökéletesen zöld taknyos zsebkendőmet mutattam a kicsi lányomnak. Annyira szépen mondta, hogy fúj. Erre egy egyszerű mechanikus ébresztő óra. A másik hang, hogy még beszéljen is. Beszálljon negyediknek ide hármunk közé. Jó, elvetem. Jó, de már minden ébresztő hangot kipróbáltál. Egyik rosszabb volt, mint a másik. Egyik rosszabb, mint az egyik. De azt mindegyik után megállapítottad, hogy aki az időt, a tükröt feltalálta, az vétkezett az emberiség ellen. Milyen nap van ma? Na, mit gondolsz, milyen lehet? Hát ahogy így elnézem magunkat, ez megint hétfő. Minden nap hétfő. Tényleg a hétfőnek van felesége? Egy vagy hét? A kis bigánista. Nem is tudálom, hogy ilyen szar az élete. Mindenki szídja. Hétfő, hétfő. Észrevetted már? Egyetlen ember nincs a földön, aki a hétfőt szereti. Jó, persze. Munkacsalád, munkacsalád, egy sima, egyfordított, Hát ez az élet. Nagy kötőtűvel izélgetnek minket fentről vagy lentről. A mai gombolyagunk meg fut, 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 csak hétfők. Na, és ez a csend a kávé felett, előtt, alatt, a kávé van benne, ez a kávéban eltöltött öt perc, ez a minden. Ó, a cukor. Ja, meg ez a kis tej, az illat, minden érzékszervem kiabál, hogy élek, élek. Persze, ha nem dumálnál, akkor csend is lenne. Nagyon-nagyon <laughs> Na szépen köszönjük. Egy picit zenélünk, egy kicsi szünetet tartunk, de szerintem újabb részlettel gazdagíthatjuk itt a hallgatóközönséget is, és az élmények tárházát, úgyhogy bízom benne, hogy folytatjuk a beszélgetést. Továbbra is a stúdió vendége lesz Moni Liza, Felelős iskolájának alapító ügyvezetője, dr. Mangó Gabriella, a KV monológok írója, orvos természetgyógyász, valamint Szalai Kriszta című rendező. Folytatjuk a témát, amit elkezdtünk az óra elején, mert hogy egy különleges írás kapcsán vetünk fel olyan kérdéseket és olyan helyzeteket, amivel talán minden ember ta találkozik, és ez a találkozás a hétfő reggel és a hétfői kávézás, mert hogy a KV Monológok című műből született előadó est előadás kapcsán vendégeim itt a stúdióban, akiket már bemutattam az óra elején is, de szeretném mindenféleképpen újra felsorolni dr. Mangó Gabriella, a monológok írója, orvos természetgyógyász, Szalai Kriszta színművész rendező, aki ugye ezen az előadáson felolvassa majd Gabi írásait, valamint Tibenszki Moni újságíró a Felelős Szülők Iskolájának alapító ügyvezetője, aki megálmodta ezt az előadást, és aki a kérdéseivel is majd segíti ezt az estet, mert hogy nem csak egy, egy előadás lesz, nem csak élvezhetjük, amit már kaphattunk is, egy kis részletet a kávémonológok írását, hanem egy beszélgetést is szeretnétek ebből kerekíteni. Bíztok abban, vagy bízhatunk abban, hogy a hétfői előadáson ugye május 23-án 6 órakor lesz a nem adom fel kávézóban ez az esemény, szívesen elkezdenek majd beszélgetni az odaérkező vendégek, és meg lehet nyitni őket ezekkel a felolvasásokkal egy-egy témának, Kriza? Hát, hogyha Kriszta színművészeti képességére és a Gabi írásának az üzenetére gondolok, akkor biztosan azt gondolom, hogy igen, de az se baj, ha nem. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egy kávéház atmoszférája ennek az egész műnek az atmoszférája. Tehát amit szeretnénk ezzel képviselni, az, az egy kapcsolódás, és hogyha ő nekik nem lesz kérdezni, csak hagyják, hogy átjárják az érzések, a gondolatok őket, az is teljesen rendben van. Nagyon sok esetben látjuk azt, hogy egy-egy előadásnál, akár ez egy edukációs előadás, akár oktatásról, akár miről, de, de sokan nagyobb tapasztalata van szerintem a Krisztán, de akár a Gabinak is, nem feltétlenül mernek nyílt színen kérdezni, mert hogyha valakinek nagyon-nagyon mély problémája van, még akár olyan, amit magának sem mer megfogalmazni, akkor azt miért tenné ki? vételennek érzi magát nagyon sokszor, és, és, lehet, hogy úgy tudja ezt szépen feloldani, hogy magában elgondolkozik, vagy a, az előadás után, a színházi felolvasás után és a beszélgető után lesz alkalom személyesen kapcsolódni. És hogyha személyesen oda tud menni a Gabihoz, és meg tudja kérdezni, akár a művel kapcsolatban, akár az orvosi mi volt ebből, vol, akár a, a hétgyerekes édesanyja szerepköréből, vagy oda tud menni a Krisztához, és meg tudja kérdezni, hogy neki az életében mi volt olyan, mindegyik egyikük olyan személyiség, aki nagyon ad, hiszen ez az egész egy ilyen, egy ilyen lelki ajándék szerintem az egész kávémonológok, monológok, eh, ahhoz, hogy, hogy találjuk ott meg az utunkat, és hogy egy picit így megálljunk, és nem baj, hogyha ők nem kérdeznek, aztán majd látjuk, hogy, hogy mit hoz elő belőlük, mert ugye most egy pici ízelítőt olvasott fel a Kriszta inkább így ráhangolódásképpen, de Azért ebben a műben előjönnek fikciós részek is, és a Gabi életéből is nagyon mély részek. Ha egy picit abba gondolunk bele, hogy az orvoslásnál milyen felelősség van, milyen feladatok. Hét gyerek, tehát egy hétből, hogy van, hét napból áll egy hét. Tehát én egy nap megőrülök attól, hogy ezt a logisztikát kettővel hogy lecsinál, <laughs> Hát akkor háztori jön elő. Mert hát a saját életéből is szóval, hogy én azt gondolom, hogy meg fogja érinteni őket, de, de az is lehet, hogyha van kedvetek, akkor még egy részt hoztunk, és hogy azt megkérjük a Krisztát, hogy olvassa el. Megkérjük akkor Kriszta már a szemüveget, és akkor halljuk. Még másfél éven volt az egyetemből, hogy orvos legyek, és kiderült, hogy terhes vagyok. Meglepődtem. Nem, mintha nem hallottam volna arról, hogy egy nő terhes lehet, meg tudtam azt is, hogy nem agolja hozzá a gyereket, de akkor is meglepődtem. Biztosan azért, mert hallott a gyerekként, a gyerekek mindent hallanak, hogy 95 hogy nem lehet gyereked. Hogy örülhettek a szüleid, hogy mégis terhes lettél. És mi ez az ajtó? A szüleim, de ezt te is tudod, és gonosz vagy megint, nem akarok erről beszélni, nem, nem. Van, van, amiről nem beszélünk. Nem gondolod, hogy mégis kellene? Hát, ha beheged? Miheged be az, hogy, hogy azt mondták, hogy ha ezt a gyereket megtartom, akkor nem teszem be többé a lábam a házukba? Hogy hallani se akarnak többet rólam? Este tízre értünk hozzájuk, aztán fordultunk is vissza Pécsre a lendő első férjemmel. A kocsiban nem szóltunk egymáshoz, csak ültünk, nem sírtam, nem volt mit síratnom, illetve lett volna, de az üresség, a cserbenhagyás nem volt megváltható a könnyeimmel. Szavakkal sem. Ez volt aztán hat hét hírzárlat, csak az apai nagybamámmal beszéltem, de ő sem tudott semmiben segíteni. És ott volt a leendő apa, az akkor még csak barátom, én és a leendő gyerek. Se lakás, se munkahely, mindketten egyetemisták voltunk a nagy semmivel. Csak az a kezdődő kis élet. Az én kisfiam. Az első perctől kezdve tudtam, hogy ő az én kisfiam lesz. Az édesanyám még az egyik professzoromat is felhívta, hogy beszéljen rá, hogy vetessem el a gyerekem. Mentem be a kutató munkát végezni a tanszékre, és ezzel várt a prof, hogy hát Gabi, kérem, üljön le, felhívott az édesanyja, azt hittem elsüllyedek. A hasamban pedig ott volt összekucorogva az én kisfiam. Köszönjük szépen. Gabi, milyen érzés ezeket visszahallgatni így? Mesztelen. Mesztelen. Tehát vannak dolgok, amiben benne vagyunk, és úgy gondoljuk, hogy talán néha nem megbocsátható, vagy hogyan éljük túl. És azt hiszem, az egész élet erre tenít bennünket, hogy egy, hogyan legyünk túl a nehézségeken, hogyan oldjunk meg problémákat, a másik pedig, hogy hogyan tudunk megbocsájtani, és hogyan tudunk olyan érzelmeket és képeket elengedni, amivel lehetne akár évtizedekig harogot tartani. De fölösleges, annyira rövid az élet, hogy szerintem kár arra pocsékolni, hogy haragot tartsunk. És amikor szoktam mondani a betegeknek, hogy miért hurcoljuk vajon magunkkal a rossz emlékeinket, mert ugye többségében, amikor, ha belegondoltok, ha valami probléma van, akkor még előveszitek a rossz élményeket, igaz? mint egy hátizsákból kipakoljátok, fú, akkor is nagyon rossz volt, most is nagyon, most meg már nagyon szar. Tehát gyakorlatilag a fokozatokat is felépíted, és miért hurcoljuk? Azért, mert hogyha azt elengednénk, nem maradna helyette semmi. És ez a probléma. A semmi helyére be kell tenni a hálát. És a hála, meg a szeretet, azok olyan nagyon erős érzések, ami mindenkit át fog vinni az élet nehézségein. Mert akkor nem fogsz keseregni, hanem örülsz annak, ami van, és megtalálod a kiutat is. Ez ilyen egyszerű. Amellett, hogy megrendültem, amit olvastam, és nagyon szép volt. Köszönöm szépen, még nem hallottam különben. Úgyhogy én nagyon kíváncsian várom ezt a május 23-a este 6 órát a Nem adom föl kávézóban és annál is inkább, mert egyrészt nagyon fontos üzenete van a Nem adom föl kávézónak, másrészt azt gondolom, hogy ha valaki egy szót vagy egy mondatot el tud vinni magával haza, amiből ő utána töltekezni tud, vagy valahogy más kontextusba helyezi az életében a problémákat, akkor az már nagyon-nagyon-nagyon jó lesz, és nagyon várunk mindenkit a humor, vagy az őszintesség, vagy pedig a kettő egyvelege kell ahhoz, hogy az ilyen üzenetek ténylegesen felnyissák az ember szemét, mert szerintem fontos az, hogy, hogy tudatossá váljunk, ahogy ti is utaltok rá, vagy utaltatok rá, hogy ott legyünk jelen az életünkben, és akár el, el tudjuk csípni ezeket a berögzült lépéseket, hogy kipakoljuk a hátizsákból azokat a negatív gondolatokat, és akár az hálát tesszük be a negatív gondolatok helyére. Tehát, hogy nagyon sok szituációban, és ugye Liza, te is utaltál rá, hogy talán ezek a művészi lehetőségek, azok a kikapcsolódási pontok segíthetnek abban, hogy egy picit ezt a zajt, ami a fejünkben vannak, mint nap, azt lecsendesítsük. De akár tud segíteni úgy is, hogy kinyitjuk a könyvet, vagy csak egy, akár egy ilyen pár percet hallgatunk, szerintetek? Kriszta, te mit tapasztalsz, mert annyit több beszélgettél emberekkel ilyen művészi közegben, tehát az a, az a nagyon fontos oldás szerintem. Ja. Egyrészt a, a művészet azt tükröt tud tartani, és hogyha az emberek belenéznek ebbe a tükörbe, és azt látják, hogy ja, nem vagyok egyedül, én is ugyanolyan esendő vagyok, mint ő, és ő is ugyanolyan esendő, mint én, mert ugye láthatják a Gabit, hogy a, orvos, hét gyerek, mindenkit meggyógyít, szuper, de ő mikem ment keresztül. Uh -huh. Tehát hogyha ezt ő megosztotta, és ezt megosztjuk az emberekkel, és Abszolút önirónikus a Gabi, tehát humorral spékeli meg a, a, a drámát is, tehát azonnal átfordítja saját magát is, akkor ebből tanulhatnak az emberek, hogy, hogy lehet igen egyre mélyebbre magunkat, hogy tényleg milyen rossz, tényleg, de hol van az a pont, amikor inkább érdemesebb átbillenni és az örömöt megkeresni az életben? Hm, tehát akkor igazából kell a humor, és kell az őszintesség Kert, is jó, hozzá, hogy lássuk persze. a hátteret alap. alap. Saját magunkat is ki kell tudni nevetni, szerintem. Annyira jó olyankor kijönni egy szituációból. És még egy gondolat annak kapcsán, amit a Kriszta mondott, hogy én nagyon szeretem, hogy ezt a belső hangot, tehát ezt a beszélgetést, ami a monológokban van, hogy önnöd magadba ugye van egy nem is tudom, most lehet azt mondani, hogy tudatos, meg tudattalan, kontrollált, meg nem kontrollált, tehát hogy bárhogy bevezhetjük. de mindig vannak ilyen kis zsesgő hangocskák, hol biztatnak, általában inkább beszólnak, de hogy így, szóval, hogy saját magában az ember tényleg az ő érzéseit, a gondolatait, az emlékeit, és azért én nagyon hálás vagyok a mert ugye azt mondjuk, hogy persze ez egy fikciós elbeszélés műfaját tekintve. Mi ez, Gabi? Műfaját tekintve? Ezt nálam okosabbak se tudják megmondani. Jó. Műfaját tekintve de. nem tudjuk, mi a kávémonologok, viszont... De ha, ha adod a könyvet, mutatok valamit itt a kameránom. Jó, Viszont, amit akartam csak mondani, hogy én azt nagyon szeretem, hogy nagyon sok azért őszinte dolog előjön, ugye, a Gabiból a saját életrajz életéből, és vállalja nyílt színen. Ez olyan példa, szerintem, olyan érték, amit a Kriszta is mondott, hogy te bína valamiben történhet veled rossz. A narratíva, az egésznek a narratívája azért nagyon sok esetben nálad van. Persze van megváltoztathatatlan. De hogy mit teszel ki abból a batyúból, meg mit be, hát, szorid ez a te felelősséged. Gabi, az, bocsánat, azt mondd el, hogy miért mutattad a kamerának, mert hallgatóink most azért, jelenleg azért csak így van, mert minket. most csak hallanak. Tehát látjátok, hogy ilyen érdekes formája van, és hogyha megnézzük a belsejét, ilyen szaggatott Látjátok, nincs amit központozás. nem látok, hallotok, ezért kocka formájú. Nincs, <laughs> ilyen, nincs, <laughs> nincsen központozás benne, tehát nincsenek, nincsen pont, vesző, nagybetű csak akkor, hogyha nagyon-nagyon muszáj. Ez olyan, aki ismer engem, tudja jól, hogy egy másfél órás előadást egy levegővel el tudok mondani. Na most, azért most például vettem levegőt, ez úgy néz ki a könyvben, hogy na most az egy másik sorba kerülne, hogyha ez írásban lenne. És pont ez a belső forma, ez, ez, a, ez a külső forma viselte el ezt a belső formát. Tehát abszolút egymáshoz illeszkedik így a kettő. És az az érdekessége, hogy nem tudják eldönteni, hogy ez most vers vagy próza. Tehát van, ahol átmegy verses részekbe, van, ahol vannak leíró részek benne, például amikor a hóban a varjak ugrálnak, olyan, mintha kötésminták lennének a hóban. Tehát azért ezek olyan szép képek, amikor ott, ott mész az autóban, a sötétben, és akkor meglátod, ugye a félhomályban már fel a nap, és akkor meglátod ezeket a nyomokat, vagy a varjakat éppen. Tehát ezek mind-mind oldásként vannak benne, nyilvánvaló, azért, mert 52 hétfőt akartam írni, aztán 53 lett belőle, hát miért ne lett volna annyi, nem tudtam egyszerűen, és még össze is kellett vonni, és tehát gyakorlatilag vannak benne ilyen nagyon szép leíró részek, és vannak benne olyanok, ami, amiben történetek vannak. És az a jó a történetekben, hogy egyrészt orvos vagyok, tehát nagyon sok történetet hallottam. Ez a sok történet mind beépül belém is, és nagyon sokszor már nem tudom, hogy az én történetem, vagy valaki más története, és valahol magamon átszűrve a saját történeteim és kicsit mások lesz és azt visszaadva a másik embernek, az ő történetei is mások lesznek. Tehát az annyira jó ez az egymásra hatás, Ebbe, ez nagyon jó az orvoslásban, akire lehet hatni, azt nagyon-nagyon szeretem, de, de alapvetően azt gondolom, hogy az emberi kommunikációban ez egy alapja. Igen, és ezt az emberi kommunikációt fogja talán megerősíteni, egy másfajta szintérre vinni ez az előadás. Bízhatunk abban, hogy talán beszélgetni is fognak az emberek ezekről a témákról, de ha nem, ahogy Liza említette, tényleg csak egy-egy gondolatot hazavéve, és azt egy picit akár másnap a reggeli kávé mellett felidézve, és, és egy kicsit átgondolva a saját életünkre levetítve tud segíteni olyan helyzeteket megoldani, amivel küzdünk a mindennapokban, anyaként, nőként, de nem csak anyákat, nőket szeretnétek megszólítani, ugye a kiket vártok május 23-án? Ez nyitott, ez az alkalom, ugye ez a premier előtti premier, ha lehet ilyet mondani, hiszen felolvasó részletek, beszélgetés nekünk is formálódik, és én azt gondolom, hogy ez mindig formálódni fog, mert hogy ugyan van egy adott mű, de egy-egy hangsúly, egy-egy kiemelkedő téma, hogyha azt átbeszéljük, ha mondjuk ez, ez teljesen kész van monodrámaként, és a Krisztel hogy Ott is a hangsúlyok, hogy utána kiből mi jön elő, mindig egy, egy más és más csapat, közönség áll össze egy alkalomra, és egy kicsit olyan, mint a kaleidoszkóp, nekem az volt az egyik gyerekkori kedvenc játékom, hogy egyetlen egyet csavarsz rajta, és teljesen más a kép, de mindig szép, mindig valamiért vonzódsz hozzá, mindig ad valamit, egy kicsi csillogás, és a beszélgetők tehát azért szeretem nagyon ezt a kifejezést, mert hogyha valakinek úgy tetszik, hogy képletesen elfekszik a pamlagon, mint egy, nem tudom, egy beszélgetés kapcsán, amit egy pszichológus nem, vagy egy előttől, akkor, akkor csak relaxál, akkor csak belehelyezkedik. Ha akar, akkor interaktív lesz. Én nagyon hiszem, hogy ez egy, egy szép uh, lelki dolog lehet, és minket is szerintem nagyon-nagyon épít. Én legalábbis borzasztóan élvezem ezt, a, ezt az alakuló folyamatot két fantasztikus emberrel, úgyhogy, úgyhogy nagyon jó dolog ezt így. Ez így... egy varázslat. Tehát a kolaidészkorpról <laughs> vissza, szerintem, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk majd. Abszett. Varázsoljunk együtt. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtatok ide hozzám, élmény volt veletek beszélgetni, és hát ösztönöznék mindenkit arra, hogy akár hétfőn, akár keresse majd a következő alkalmakat, lehetőségeket, és kávé monológok címen ezt a beszélgető, vagy ennek a beszélgető kúrának legyenek részesei. Én most, illetve hallgatóink, most egy pici részletet hallhatunk, ugye Szalai Kriszta előadásában színművész rendező, aki ennek az előadóesnek is az előadója, felolvasója, művésze lesz, és ő fog Megadni ennek az egész üzenetnek azt a fajta művészi hátteret, ami által tényleg sokkal jobban a szívünkhez érhet. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Kriszta, hogy befáradtál. Dr. Mangó Gabriela, aki ugye a kávémonológok írója, orvos természetgyógyász, és hát többször hallhattuk, hogy hét gyermekes édesanyja, és szívből gratulálunk ehhez a feladathoz, és köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk erről a könyvről valamint Tibenszki Moniliza újságíró, a felelős szülők iskolájának alapító ügyvezetője és az est megálmodója voltak itt velem a stúdióban. Köszönöm, hogy befáratta már a köszönjük. köszönjük szépen. Köszönjük, köszönjük szépen! szépen. <laughs>